Országszerte több városban is tartanak hasonló magbőrzéket. Ezek célja, hogy bemutassa egy-egy térség növényi változatosságát, az adott talajhoz szokott tájfajtákat. A rendezvények lehetőséget adnak továbbá arra, hogy a termelők magokat cseréljenek. Az első sóstai bőrzén például a híres nagydobosi sütőtök magjához is hozzájuthattak az érdeklődők. Amit egy év alatt megtermelt az ember otthon, és büszke rá, hogy ő ilyen különlegességet termelhetett, arról magot fog. Itt a magfogásról is egyébként lehet majd beszélgetni, tapasztalatot cserélni, és a magfogás során apróbb zacskókban, kisebb kiszerelésben, de akkor elhozhatja a saját magvait, és itt most elcserélheti azokat. Ezek a fiatalok Nyírtelekről és Demecserből érkeztek. Hoztak magukkal egyebek mellett batáta, mák, mustár, sárgarépa és földi mogyoró magokat. Csere érdekel minket. Hát itt láttam a rebarbarát, levandulát, a pattogatnivaló kukorica érdekelne minket. A Nyíregyházán újszerű kezdeményezéshez a Kosár közösség is csatlakozott. Ez a bevásárló közösség egy civil kezdeményezés, amely helyi gazdaság megerősítésén, újraélesztésén dolgozik. Véleményük szerint ugyanis a helyi termékek minél nagyobb arányú fogyasztása elősegíti a helyi gazdaság erősödését, valamint hozzájárul az egészséges táplálkozáshoz. A táplálkozás során a szervezetnek nagyon sokféle táplálékra van szüksége. Ha csak egy félét kapunk, vagy néhány félét kapunk, akkor hiánybetegségeink lesznek. Persze, akkor lehet mondani, hogy ezt már megoldjuk táplálékkiegészítőkkel, na de hát most akkor azért élek, hogy mindenféle dolgot összeszedjek és táplálékkiegészítőket egyek, vagy választom ezt a megoldást, hogy helyi, sokféle élelmiszert, sokféle növényből oldom meg a táplálkozásomat. A bőrzén szakemberek tartottak előadásokat a növényi magvak fontosságáról a táplálkozásban, valamint biogazdák is bemutatkoztak, akik speciális fajták előállításával foglalkoznak.